125 éve 1890-ben ünnepelték először május 1-ét, amely egy évszázadon át volt a munkások nemzetközi ünnepe. Az 1990-es évektől pedig a munkavállalók szolidaritási napja. Itthon az idősebb generáció legtöbb tagja még úgy emlékszik a május 1-ékre, mint a felvonulások, majálisok és a sör-virsli ünnepére. Ma már a legtöbb embernek annyit jelent a május 1-e, hogy ez a késő tavaszi, koranyári első szabadnap, a strandszezon kezdete. A munka ünnepe mellett más fontos események is történtek hazánkban ezen a napon. 1881-ben például május 1-én kezdett működni Puskás Tivadar találmánya, az első budapesti telefonközpont. A Magyar Televízió 1957-ben ezen a napon kezdte meg hivatalosan működését. 2004-ben pedig május 1-én lettünk az Európai Unió tagjai. Május 1-e a múlt század folyamán a legnagyobb nemzetközi munkás ünneppé vált, különösen a Szovjetunióban. Majd a II. Világháború után létrejött kelet- és közép-európai szocialista országokban ünnepelték fényes külsőségek közepette. Hivatalos állami ünnep munkaszüneti nap lett, amelyen nagyszabású, látványos felvonulásokkal a gazdasági és szociális vívmányokat ünnepelték. A múlt század 90-es éveitől a kommunista rendszerek bukása után május 1-e a munkavállalók szolidaritási napja lett. A külsőségek elhagyásával számos helyen majálisokat rendeznek ilyenkor. A munka ünnepe hivatalosan egy nemzetközi, tehát a világ más országaiban is megtartott, a munkás mozgalmak által kiharcolt, minden évben május 1-ére eső ünnepség, ami állami munkaszüneti szabadnap. Röviden és tömören ezen a napon ünnepeljük meg azokat a gazdasági, illetve szociális eredményeket, vívmányokat és egyebeket, amelyeket a munkások, a munkásosztály ért el. Kevesen tudják, de május 1-e katolikus vonatkozású ünnep is, hiszen ezen a napon imádkozunk munkás Szent Józsefért is, Jézus nevelőapjáért, és az erre a napra eső májusfa állítások és egyebek már egészen más hagyományokból, a pogány ünnepekből származnak.